Beszéljünk akkor röviden a fogyaszthatósági idő és a minőség megőrzési időről. A fogyaszthatósági idő általában gyorsan romló termékekre vonatkozik. Tehát például, amit látunk, itt is ilyen ö, szalámi, illetve hús. Tehát a fogyaszthatósági idő azt a dátumot jelöli, amelynek lejárata után az élelmiszer fogyasztása már nem biztonságos. A minőségmegőrzési idő, ugye a forgalmazó és a gyártó addig az időpontig garantálja az áru hasznos tulajdonságait a megfelelő körülmények mellett. Tehát ez a minőség megőrzési idő. És akkor most olvassuk ezt, ami itt van. Ugye a minőség megőrzési idő azt a dátumot jelöli, amelynek lejárat után az élelmiszer ugyan már nem veszít a minőségéből, de az elfogyasztása élelmiszer biztonsági kockázat általában jár. Nem jár. Tehát ezt is a forgalmaz illetve gyártó állja, úgy, mint a fogyaszthatósági időt, de viszont ö, eddig az időpontig ugye az áru hasznos tulajdonságai a megfelelő, megfelelő, körülmények között ugye garantálja a gyártó, de viszont, hogyha elfogyasztanánk utána is, ugye élelmiszerbiztonsági kockázattal nem jár, mit tudom én, hogyha 2019. 5. 20. 20 van ide írva, például, ami itt van a példán, de mi 21-én megesszük, attól függetlenül nem leszünk rosszul és betegek. Persze nem azt mondom, hogy 2050-ben be kéne elfogyasztani ezt a konzervet, mert tuti biztos, hogy az már nem jó. De itt egy-két nap még belefér. Tehát nem veszít minőségéből itt a minőség megőrzési időnél, és élelmiszerbiztonsági kockázat általában nem jár. De viszont hogyha nekünk boltunk van, és mit a konzerv minőség megőrzési ideje lejár, akkor nekünk nem szabad tovább forgalmazni, ugyanúgy ki kell vonni a forgalomból. Hiszen nem értékesíthető olyan termék, aminek a minőség megőrzési ideje lejárt. Ez szigorúan tilos. Fogyaszthatósági idő, hát az meg ugye adott, hogy azt, azt sem forgalmazhatjuk. Tehát ennek a lejárata után az élelmiszer elfogyasztása nem biztonságos. Tehát szigorúan tilos. De még nekünk is elfogyasztani otthon hiszen nem biztonságos. Kórokozók, baktériumok, illetve bomlási termékek jelenhetnek meg az élelmiszerbe. Tehát a fogyaszthatósági idő után mi se fogyasszunk el otthon semmilyen terméket. Ugye a minőségmegőrzési időt már beszéltünk, hogy az, az nem ilyen szigorú, hogyha otthonról van szó. Tehát mit én, hogyha 2019. 5. 20-án még ugye lejárt, de mi 22-én vagy 21-én eszük meg, akkor azzal még nem lesz semmi bajunk. Csak annyi, hogy ugye a gyártó már nem vállal ugye garanciát rá. És a forgalmazó. De viszont élelmiszer biztonsági kockázat nem fog származni belőle. De viszont itt jön a másik, amit mondtam ugye, ismétlés kedvér még egyszer elmondom, hogy a minőségmegőrzési idő lejárta után terméket itt is szigorúan tilos forgalmazni. Tehát boltban nem lehet olyan termék, ami minőségmegőrzési időn túl van, vagy fogyaszthatósági időn túl van. ugye itt ugye olvashatjuk még, ez egy érdekesség. A magyar fogyasztók mindössze 38%-a van azzal tisztában, hogy a minőségmegőrzési idő és a fogyaszthatósági idő alapvetően eltérő élelmiszeripari, élelmiszeripari, termékekre jellemző. Igen, egyébként az átlagember azt tényleg nem tudja. Viszont azért vagyunk most itt, hogy ezt tisztába tegyük de még egyszer elmondom a végére. Tehát a fogyaszthatósági idő a gyorsan romló termékekre vonatkozik. Mit tudom én, például szalámi, hús, és mit tudom saláta, tál, francia saláta például, vagy saláta keverék, vagy káposztafélékre vonatkozik a fogyaszthatósági idő a minőség megőrzési idő az meg a hosszabb lejáratú termékekre, mint például kávé vagy konzerv, ilyesmikre vonatkozik. Úgyhogy nagyjából szerintem tisztába is tettük itt a dolgokat, remélem hasznos információkkal szolgáltam, úgyhogy köszönöm a figyelmet.